Továbbra is nyitva tarthatnak a könyvesboltok Belgiumban, annak ellenére, hogy szinte az egész ország bezárt. Ebbe az üzletbe egyszerre csak egy ember léphet be, hogy átvegye az előre megrendelt olvasnivalót. Ha be kell zárnunk, bezárunk majd. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy betartjuk a szabályokat, de azt hiszem, hogy igen. Az embereknek olvasniuk kell, de ha a dolgozóim azt kérik majd, hogy zárjak be, be fogunk zárni, mondta a könyvesbolt tulajdonosa. A bolt is alkalmazkodik a válsághoz, és már házhoz szállítást is vállal. A szolgáltatást azért indították, hogy segítsenek az unatkozó és magányos embereknek. És minden egyes rendelésből 1 eurót a helyi kórháznak adományoznak, ahol lélegeztetőgépre és más eszközökre gyűjtenek. A legtöbb könyvesbolt már bezárt Brüsszelben. A túlélésüket azonban nagyban segíti az a tény, hogy az árujuk nem romlandó. A legjobb tudásunk szerint kell dolgoznunk, együtt kell tartani a közösséget az olvasókkal és a többi könyvesbolttal. Ha a válság 1, 2 vagy 3 hónapig tart, akkor is kell majd olvasnivaló utána az embereknek. Mi szerencsések vagyunk sokakkal ellentétben, tette hozzá a bolt tulajdonosa. Ha a belga kormány tovább szigorítja az intézkedéseket, az könnyen érintheti a könyvesboltok nyitvatartását is.